Kicsit messzebbről indítanám, ugyanis a múzeumunknak van egy közösségi régészetes programja, amelynek lényege az részben, hogy civilek segítenek nekünk a régészeti felderítésben, amelynek egyik része a leletfelderítés műszeres módon, tehát fémkereső műszerrel, és ennek keretében 2021. januárjában találta egy faddi kereső páros, apa és fia, Borda Attila és Borda Bálint ezt a leletet, a lelet együttest, igazából amelynek része ez a serpeny, ami a hónap műtárgya februárban. Igazából ez egy, úgy néz ki, hogy egy kelta sírnak a maradványa, amelyben a serpenyön kívül volt egy vödör, egy bronz vödör, annak a töredéket eléggé rossz állapotban, illetve vas pajzsdudor, egy umbó, illetve ennek a pajzsnak még néhány vas alatta díszítése, valamint egy kard, hüvely, töredékes állapotban, és bizonyára azok a vastöredék, amik még származnak ebből, azok egy vaslándzsa hegynek a darabjai. Ugyanis ez egy hamvasztásos sír lehetett, tehát ezek a mágiára kerültek, és ezért semmisültek meg. A viszonylag kis átmérőjű, ovális alaprajzú gödörben legfelül egy kiukadt, horpat vasfüllel ellátott bronzvödör volt. Ez alól került elő a szinte kettéhajtott serpenyő. A leletek tisztítása során derült ki, hogy a vödörben további vasdarabok voltak. A hasonló jellegű régészeti objektumok alapján a feltárt jelenség a késő vaskori keltákhoz köthető úgynevezett latén kultúra hamvasztásos sírjaira emlékeztet. Még annak ellenére is, hogy emberi hamvak egyáltalán nem kerültek elő. Együtt ezek a konyhai eszközök, mint ez a serpenyő, a bronzvödör, a fegyverekkel, ez is mutatja azt, hogy valószínűleg ez egy harcosnak a sírja lehetett. Vannak erre párhuzamok egyébként, hogy máshol is előkerült ez a ilyen lelet együttes, hogy a serpenyő karddal például Véménden, ami ugye nincs tőlünk nagyon messzire, ugyanakkor ebben a sírban nem találtunk hamvokat, tehát ez esetleg azt is jelentheti, hogy ez egy jelképes sír, tehát maga a halott nem itt fekszik, hanem máshol, viszont a tárgyait itt temették el abban a közösségben, ahol ő élt. A leletek közül a legérdekesebb darab az itt bemutatott konyhai eszköz. Ez a széles, lapos testű serpenyő, amely hosszú nyelének a közepén egy éles gerinc fut, a szélein pedig a testen is megfigyelhető vastagabb perem található. A peremet a nyéltőnél úgynevezett fenyőgaj mintával díszítették. A nyél végén lévő jellegzetes visszahajló hattyúfej akasztóként is funkcionált. Az öntéssel, majd a serpenyő rész öblössé való kikalapálásával készült tárgy a látható állapotban került a földbe. Nyelét elhajlították, teste is torzult és kiukadt. A kelták igazából hát eredetileg nem is északi népcsoport, hanem a mai Németország, Észak-Franciaország területén volt az őshazájuk, Gallia, és onnan egy túlnépesedés miatt szóródtak szét, illetve vándoroltak szét Európa szerte. Valamikor a Krisztus előtti 4.-5. században indult ez a szétvándorlás, amelyben eljutottak esetleg északabbra, tehát a mai Brit-szigetekre, és ott ugye az írek, velszieknek az elődeivé váltak, vagy hát belülük alakult ki ez a népcsoport, illetve eljutottak még a Balkánra is rablóhadjárat keretében, de letelepedni itt a Kárpát-medencében elég nagy számban telepedtek le, illetve prosperáló birodalmat. Hát birodalmat nem is, meg saját országot nem, de egy bizonyos életformát kialakítva benépesítették a Kárpát-medencét. Valamikor a Krisztus előtt a 4. századtól teljesen a rómaiak érkezéséig itt éltek, illetve hát utána is természetesen csak a római birodalom úgymond beolvadtak, romanizálódtak. Tehát máig megmaradtak a nyomaik valahol. Az itáliai eredetű serpenyőnk is bizonyítja mindezt, mert legalább egy évszázaddal korábban került a Dunántúra, mint ahogy azt a római birodalom megszállta volna. A párhuzamok alapján a feltárt objektumban talált másik bronzedény is, az úgynevezett Barkfeldi típusú vödör is Itáliában, Aquileia térségében készült. Sajnos a pandémia miatt egy kicsit döcögősen
sikerült elkészítenünk azt a kiállítást, ami ugye most nyílt január 27-én. A közösségi régészet eredményeit mutatja be itt Tolna megyében az elmúlt 10-15 év szebb leleteit, illetve projektjeit állítottuk ki. A közösségi régészetnek igen egyre nagyobb a szerepe. Ez nem, persze nem újdonság, mert mindig is voltak olyan civilek, akik segítették a múzeum munkáját. Most viszont ez a 21 néhány közösségi régészetben fémkeresővel minket segítő civil, hobbi fémkereső és hobbi régész, akárhogy is mondhatjuk, mindenféle lebecsülő megfogalmazás nélkül. Ezek az emberek nagyon sokban segítették a mi munkánkat, és hihetetlen mennyiségű leletanyagot hoznak a múzeumba, amit persze nem olyan egyszerű, tehát hogy csak most felszedem és behozom, hanem ezt nekik dokumentálni kell, GPS koordinátával látják el, tehát nekünk így fontos, illetve mint itt ez a lelet is mutatja, azért nem ásatnak ki bármit, mert itt a Borda Attila és Borda Bálint is, amikor megtalálták az első edényt ebből a letegyüttesben, ez a vödör volt, akkor azonnal szóltak nekem, és akkor így már szakszerű feltárással lett ez a letegyüttes is kiásva. Tehát a múzeumbarát fémkeresősök, akik tényleg komolyan gondolják azt, hogy együttműködnek a múzeummal, ők ezt szinte szakszerűen végzik, és ami a régészek irányításával, és hát egy azon túl, hogy egy ilyen win-win szituáció alakul ki, mert ők a hobbiuknak élhetnek, mi pedig egy csomó lehetet találunk. Jó baráti kapcsolatok is szövődnek ezekkel az emberekkel, akik ezután nem feltétlenül csak a fémkeresésben vesznek részt, hanem mondjuk esetleg ásatásokon segítenek, lapátolnak, segítenek a leletek megtisztításában, esetleg a leltározásában, meghatározásában. Tehát egy csomó olyan dologban vesznek részt, ami túlmutat magán a fémkeresőzésen.